Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 12-ig. Itt látható a munka, egy feladat, amit meg kell oldani. Az lehet, hogy az otthonoddal áll ez összefüggésben, hiszen itt megjelenik ez a szoba, ami jelenti az otthonodat. Ez a kép utalhat a munkára, a hivatásra is. Légy óvatos, mert a munkahelyen megjelenik ez a hamis személy. Ez lehet egy nő, lehet egy férfi is. Azt is jelenthetik a képek, hogy van egy munkahelyed, de nem érzed ott jól magadat, hiszen máshol van a hivatásod. És ha ezen elgondolkozol, akkor most megvan arra a lehetőség, hogy legyen itt egy munkahelyi új kezdet, hiszen a gyermek utal egy új kezdetre. Ez a munkahelyi változás szerencsét hoz neked, itt látható Fortuna istennő, és nem csak a szerencse látható itt, hanem a nyeremény is. Itt ezen a képen láthatóak a pénzügyi dolgok. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a kártyáknál, a kártya szélén, és eltekintesz a képek felől, és az azt jelenti, hogy jelenleg minden olyan sok. Nem akarsz hallani semmiről, nem akarod látni a dolgokat, hiszen fáradt vagy kimerült vagy. De javulni fog a helyzet, hiszen itt látható ez a fiatalos kisugárzás, a szerencse, nem csak az anyagiakat, hanem a szerelmet illetően is. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy a képen. A hölgyeknél ez a lelki társ, ami őt foglalkoztat itt a gondolataiban, ez a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy gyermek áldást is, de utalhat egy új kezdetre. Ő tudja azt, hogy itt a közelben megjelenik ez a hamis nő. Az lehet valaki a családból is, hiszen ez a hamis nő, a férfi, egy vonalban van a házzal, és az utal az otthonra, vagy utal a családra. De itt van a közelben a munka, a hivatás is. Lehet, hogy két különböző hamis személyről van szó. Az egyik megjelenik a munkahelyen, a másik pedig a családban, ott a környezetedben. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Itt vannak gondolatok, ami nyomasztja őt. Egy bírósági ügy, egy hivatalos dolog. Itt is megjelenik a bíróság. Az vagy azt jelenti, hogy van itt egy per, vagy el kell intézni bizonyos hivatalos dolgokat, de azt is jelentheti, hogy a múltban nagyon sok igazságtalanság érte őt, és ez még mindig foglalkoztatja őt a gondolataiban. Neki megvannak itt az elvárásai, és hamarosan lesz itt egy találkozás, megérint téged, átölel, és ami itt látható, szerencse lesz a szerelmi élet területén. De visszatérve az ő helyzetére, ez, ami itt nyomasztja, hiszen nagyon sokat töpreng, valami betegíti is őt, de mégis lesz segítség, hiszen itt látható egy jó indulatú férfi, itt pedig egy gazdag férfi. Ez egy pozitív kártya, illetve mindkét kártya pozitív, ami azt jelenti, hogy itt lesz javulás, itt lesz külső behatás, segítség. Nem ettől a hamis nőtől, nem, hanem itt egy férfi segít ebben a helyzetben, és így rendeződni fognak a dolgok. Ez a jó indulatú férfi, ez lehet az ő tartása is, hiszen ami téged illet,
az otthonotokat, a szerelmet jó indulattal közeledik hozzád. Itt vannak tervek veled együtt, hiszen ő is boldog akar lenni ebben a párkapcsolatban, ami számára még nagyon fontos, hogy itt elérje a céljait, hogy megkapja az elismerést. Tehát a munka, a hivatás fontos. Ez lehet munka otthonról, mint például egy saját cég kialakítása. Itt lesz egy új kezdet, szerencsével, nyereménnyel, de azért legyetek óvatosak, mert ez a hamis személy megjelenik a környezetben, és megjelenik a munkahelyen is. Neki vannak itt még hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, amit rendeznie kell. Ez nem könnyű helyzet, de fog segítséget kapni. Hamarosan meg lesz itt a gyógyulás, és változások a párkapcsolatot illetően. Megvannak nála itt az elvárások, hogy legyen egy közeledés, egy találkozás, ő gondol rád, és ez a nyeremény jelenti azt is, hogy te értékes vagy számára, és itt ez a kártya természetesen arra utal, hogy szerencse lesz, és megbecsülés lesz a párkapcsolatot illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rán!